Átszer platani lesz jó, tehát ilyen nagy levele van, és így állnak ezek az ikerlependék termések, jó? Tehát, hogyha ezt így teszem, ezt meg mondjuk így, akkor szerintem egyértelmű a különbség, jó? Tehát mezejuhar és korai juhar, jó? Európában őshonos, nálunk is megtalálhatóak állományai. Hát ezek ilyen természetes társulások tulajdonképpen, de ugyanúgy, ahogy a kolléganőnek a kedvenc növénynek, az ácer negundó megtelepszik a máv töltések oldalán, ugyanez jellemző az ácer platanoideszre is, tehát hogy így kivadulva csomó helyen ott van, ugye ezekkel nagyon szépen el tud repülni ugye bármerre, ahova elrepült, ott elkezd kihajtani magról. Nagyon sokan panaszkodnak is, hogy amikor így a kertbe ezek így elkezdenek így elkolni, aztán jön a tavasz, és akkor így mindenhol ilyen kiskorai juharok vannak. Én egyszer csináltam olyat, még középiskolás voltam, tehát még ide jártam, hogy összegyűjtöttem ezeket a picike magoncokat, és bekonténeztem őket, először tejfölös pohárba, aztán nagyobb cserébe. Aztán végül nem vettem meg senki sem, mert miért kéne várni egy kiskorai juhar, de lényeg az, a anyámnak a ház elé vidékre elültettem, és aztán most ott vannak, és egy gyönyörű szép nagyok lettek, úgyhogy nem tudom önöknek milyen hobbiuk van, de hogyha mondjuk például ácer platanus magoncot szeretne gyűjtögetni, akkor ezt tavasszal megtehetik, gondolom ezen már gondolkozott, és akkor érdemes így nevelgetni, és akkor figyelgetni, jó? Párás ügyen nyírkos talajú területeken fordul elő, egy ilyen 25-30 méter magasra, tehát tényleg nagyon nagyra nő. A koronája az kerekded, a csoportba ültetett példányoké ovális, hát ez azt jelenti, hogy ha nagyon sokan vannak egymás mellett, akkor nem tud nyilván kiszélesedni, hiszen ott vannak mellett a barátai. A törzs az egyenes, és a korona hatalmas méretétől függetlenül karcsú, alig 1 méter átmérőjű. Igen, ez valóban így van. Inkább tényleg picit ilyen oszloposabb jellegű szokott ez lenni. Aztán majd mindjárt rátérünk egy nagyon fontos fajtájára, ahol különösen így van ez. Jó, hát a leveleit azt megbeszéltük, őszi lombszíneződése az sárga. Gondolom most figyelgetik hazafele már az őszi lombszíneket, ugye? Nyilvánvalóan. Erőteljes méz illatot árasztanak ezek a zöldes, sárga, kétivarú virágai, amik a lombfakadáson egy időben nyílnak. Tudnak mondani olyan növény most itt kapásból, ami a lombfakadás előtt virágzik? Ugye normális esetben ugye úgy van, hogy kihajt egy növény, zöld lombja van, vagy valamilyen lombja van, és aztán kivirágzik, igaz? És azért van egy jó pár olyan, ami előbb virágzik, és aztán... Mondjuk az aranyvessző, amit ugye sokan aranyesőnek ismernek, az aranyvessző, ugye? Nem, hogy először tiszta sárga az egész, utána az lehullik, és akkor ugye utána jön a lombozat, jó? Ja, húsvétkor kitennének. Hát igen, attól függ, mikor van a húsvét, de egyébként így van pontosan. Igen, 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 igen. Jó. Számos faja létezik. Ez például az ácer platanus globosum, ezt írják föl. Ácer platanus globosum. Erről nagyon sok videó van fönt az interneten, érdemes őket megnézni, hogy fiatalon hogy néz ki, idősebben hogy néz ki. Ez egy determinált növekedésű, gömbkonályú fa. Mit jelenthet ez, kollega? Igen, van. Tessék? Úgy néz, hogy ilyen gömb alakul. Így van, és kell metszegetni, hogy gömb alakul legyen? Nem. Na hát ez a lényeg, jó? Tehát ez a lényeg, hogy amúgy egy ácerkampeszeriből tudnak gömb alakot csinálni? Igen, csak azt akkor mindent tavasszal metszegetni kell. Az ácer platanus globosum, na azt nem kell metszegetni, hanem ez mindig gömb alakú marad, jó? Okos növény, így van. Jól bírja a várost, bár azért a nagyon ilyen száraz területeken augusztusban már azért így elszáradnak a levelei. Na most miért jó az a növény, ami kb. 2 méter magasan kezdődik, és mondjuk 2-től 4 méteres magasságig nő a lombkoronája? A városokra gondoljunk. A vezetékek van, így van. Amúgy mi van azokkal az országokkal, mondjuk Németországgal, ahol nagyon sok városban már nincsen légvezeték? Oda is érdemes ilyet ültetni? Na, megosztanak a vélemények. Attól függ. Attól függ.
amikor mondjuk van egy hatalmas nagy tér, egy óriási parkoló, ahol aztán tényleg elférnek a fák, oda érdemes ilyet ültetni? Nem, rálóg az autóra. Hát ez nem lóg rá az autóra, és mégis sokszor ültetik, tehát sokszor olyan helyen is használják ezeket a gömbkoronai fákat, ahova igazából nem kellene, mert hogy egyszerű kevés alomja ki van pipálva, mégis fa. Azért ugye a fa az valami olyasmi, mint az átszer platoni rész, ugye, amit láthattunk. Tehát, hogy az alapfaj, ami tényleg ilyen óriásira megnő. De ezt a gömb változatát ezt lehet. Most még azt írják föl, hogy az oltás az igazából meghatározza, az úszhatók előre, hogy T100, T150, T200, T220. Ez bármennyi lehet T80-tól T220-ig, de lehet T10 is, tehát ezt lehet vele játszani. Itt az a lényeg, hogy milyen magason van az oltás, mert ahol van az oltás, onnan indul növekedésnek a lombkorona, jó? Tehát általában ezeket T180-200-ra oltják, pontosan azért, hogy a járdán elférjünk. De lehet vele játszani, és vannak alacsonyabbra oltottak is.